Kedves elnök úr, tisztelt hallgatóság! Először is szeretném megjegyezni, hogy nagyon értékes előadásokat hallottunk korábban, ami jó bevezetője lesz a Cerik-Erik konzorcium bemutatásának, hiszen ez egy olyan infrastruktúra, amelyik az eddig hallott berendezések közül mindegyiket alkalmazza. A Cerik-Erik az 2014. júniusában alapult, egy EU döntést követően, először 6 ország alapította meg, és ekkor Magyarország megfigyelőként vett részt. A 2016. októberében Magyarország is taggá vált, és a résztvevő infrastruktúra az a Budapesti Neutron Centrum. Itt utalnék vissza Horváth Ákos előadására, amiben ő részletesen ismertette, úgyhogy én erről továbbiakban nem fogok részleteket mondani. Jelenleg összesen 8 résztvevő ország tagja a Cerik-Eriknek. A Cerikben a C az a Central European Research Infrastructure Consortiumra utal, és ehhez még egyszer hozzá kellett tenni az Eriket. Tehát a teljes név az a Cerik-Erik. A székhelye ennek a közösségnek és a kezdeményezője is Olaszország, a Triestben van, ahol az Elektra Synchrotron laboratórium található. Itt jobb oldalt láthatók a résztvevő országoknak az intézményei, amelyek ebben a konzorciumban részt vesznek. Tehát a Graz Egyetem egy kémiai laboratóriummal és röntgensugárforráson alapuló szórásos berendezéssel vesz részt. A Ruder-Boskovics intézet ionnyalábokkal, a Solaris az egy szinkrotron, egy új szinkrotron mérőhely körülbelül 2 évvel ezelőtt indult el a lengyeleknél. Benne van a Budapesti Neutron Centrum, amiről már hallottunk, és a vezető intézmény az Elektra a szinkrotron Triestben. Romániából egy anyagtudományi intézet van benne, Szlovéniából pedig egy kémiai intézet. Látható az összetételből, hogy ez egy olyan közösség, amelyik sokféle technikát és meglehetősen multidisziplináris kutatást végez. Nagyon röviden a Cerikről lehet látni ezen a dián. Tehát Cerik az egy közép-európai kutatási infrastruktúra konzorcium magyarul, integrálja és nyílt hozzáférést biztosít a Közép-Európa legjobb létesítményeihez, segíti a tudomány és az ipar előrehaladását, az anyagok, biotechnológiai anyagok és nanotechnológia tekintetében. Kiemelt témákat is gondolsz, körülbelül másfél évvel ezelőtt határoztuk el, hogy az energetikában és az élettudományokban külön kiemelt tématerületeket fogunk létrehozni, ilyen például az energiatárolás, akkumulátorok és a hidrogéngazdaság ügye, az egészségügy területén pedig biológiai minták és gyógyszertudományok szerepelnek fő területként. A különlegessége a Cerik-Eriknek, hogy ez egy osztott hálózat, egyetlen belépési ponttal rendelkezik. Erről majd egy kicsit részletesebben beszélek később. Több módszer használatát támogatja tematikus kutatásokban. Innovatív megoldásokat ad társadalmi kihívásokra, energia, egészségügyi, élelmiszer, kulturális örökség és egyéb területeken. Ezzel egyúttal kifejezném azt a lehetőséget is, hogy a korábban elhangzott előadásokban szerepelt egészségügyi konzorciumok
magyar részvevői is nyugodtan pályázhatnak a Cerikerik berendezésére. Jobb oldalt látható, hogy az egyes országok milyen berendezéseket adtak be ebbe a konzorciumba. Ezt nem részletezném, de azért azt kiemelném, hogy a lengyelek egy éve vásároltak egy Cryo-EM detektort, amire szintén lehet pályázni. A összességében a beadott berendezések száma az 56, ezeket elsősorban anyagszerkezet vizsgálatára és analitikára lehet alkalmazni. Hogyan lehet hozzáférni a Cerikerik infrastruktúrájához? Bocsánat, sikerült egyet rossz helyre klikkelni. Látható ezen a diagramon, évente két felhívás van, tehát ha van egy ötlet az alábbi tématerületeken, akkor várjuk a kutatók, PhD-sek és vállalatok jelentkezését a világ minden részéről. Támogatja az infrastruktúra konzorcium több technika használatát, de lehet egyedi berendezések használata is. Itt alább lehet látni, hogy milyen berendezésekről van szó. A belépési pontot pedig úgy hívjuk, hogy Virtual Unified Office, tehát egyesített virtuális iroda, amelyben lehet pályázatot benyújtani, és összeválogatni azokat a berendezéseket, amit a tematikus kutatás során alkalmazni szeretnénk. Ezek között szerepelt NMR, nagy felbontású elektronmikroszkópia, ez az előbb már említett Cryo-EM mikroszkóp, ion, neutron, elektron és fotonnyaláb, vékony réteg fizika, karakterizációs berendezések, mintaelőkészítő laboratóriumok is rendelkezésre állnak. Maga a pályázás két lépésben történik, erre azért van szükség, mert eleinte nagyon sok nem megfelelő minőségű pályázatot kaptunk, és akkor két részre lett bontva a pályázat. Egy korai bekötési szakaszra, ahol előzetes technikai vizsgálat alapján és gondolatokkal segítjük a pályázatírókat abban, hogy megfelelő pályázatot nyújtsanak be. Ezeket elsősorban a berendezés felelősök végzik. Aztán javítást követően jön a beadási fázis. A tapasztaltabb felhasználók rögtön kezdhetik a beadási fázisban. A normál projektek kiegészültek időközben úgynevezett fast track, vagy gyors hozzáférésű propózalokkal is, amelyeket elsősorban valamilyen nagyon fontos, izgalmas téma gyors megoldására tartunk fenn. A bírálatnál már beszéltem a berendezés felelősök szerepéről, ezen kívül van egy nemzetközi szakértőkből álló független szervezet, amelyik elbírálja a pályázatokat, és kiválósági alapon kaphatnak nyalábidőt, illetve berendezés használatot. Ebben az esetben, amennyiben sikerült így a pályázatot elnyerni, nincs nyalábdi, utazási, szállás és megélhetési költséget is támogat a konzorcium. Ipar is beadhat pályázatokat, akár a kiválósági részben, akkor azt várjuk el, hogy jelentést és publikációt készítsen, ugyanezt várjuk el a kiválósági pályázatoktól, de lehet más formákban egyedi megállapodás nyaláb használatban, vagy pedig szabadalmi részesedéssel is pályázni. Néhány statisztikai adat a Cerikerik eddigi eredményeiről. 2016 óta, belépésünk óta láthatók itt az adatok. Jelenleg 2019-ben már több mint 400 különféle berendezést kértek, és ehhez 250 feletti beadott pályázat társult.
Ebből látszik, hogy az esetek többségében egy vagy több berendezés is használnak, elég nagy az egyszeri használatberendezés arány is. A mellette lévő pályán, vagyis ábrán, felső ábrán a beérkezett és az eredményes propózálok számát láthatjuk. Ez körülbelül kétszeres túljelentkezésről ad számot. A jobb oldalt láthatjuk azt, hogy a különféle országok milyen aktívak pályázatbeadásban, és ezek közül hány propózált nyertek el. Ez az alsó, bal alsó ábra, és hasonlót mutat, de már több ország felbontásában, tehát nem csak a részvevő országok, hanem más országok esetében is meg lehet nézni, hogy hány, milyen az eloszlása a pályázatoknak. Ebből világosan látszik, hogy Olaszországban a beadott pályázatok száma a legnagyobb, de jelentős a csehek, a németek és az ukránok aktivitása is. Magyarország ebben a középmezőnyben foglal helyet. Még egy olyan indikátor, úgynevezett key performance indikátor táblázat látható a jobb alsó sarokban. Itt lehetett látni újból, hogy 2018 és 2019-ben 20%-kal növekedett a beadott propózálok száma. A született publikációk azok is növekedtek, 50%-os növekedés volt az előző évhez képest, a többit majd meg lehet szemlélni később. Meg kell még azt is említenem, hogy a CERIC az nem csak nyílt kutatásra ad lehetőséget, hanem belső pályázatokat is támogat. Jelenleg van 4 pályázata az 5-ből, amit beadtak, 2 millió euró össztámogatás keretében, 4 lezárás alatt van, egy még jelenleg is működik, és ezen kívül van egy új nagy pályázat, ami elsősorban élettudományokban ad új lehetőséget, szintén 2 millió euró értékben. Ezeket kiegészítik a CERIC-nek a saját pályázatai, jelenleg 4 EU-s projekt fut. Itt azt szeretném elmondani, hogy miért érdemes egy CERIC-hez pályázatot benyújtani. Elsősorban magyarokra van kihegyezve ez az oldal. Hát, ha itthon nem érhető el a kívánt méréshez szükséges berendezés, az lehet egy ok. Vagy túlterhelt kutatáshoz kíván meglévő berendezéshez nem tudunk hozzájutni, akkor lehet a CERIC-hez fordulni, és még számos egyéb ok van, amit most nem olvasnék fel az idő rövidsége miatt. A végéről egy pár dolgot megemlítenék, hogy ipari alkalmazásoknál, termékfejlesztésnél, vagy hibás termék okának a keresésénél vették már eddig is igénybe a berendezéseinket, illetve hogyha a működő berendezés belsejében kívánnak betekintést nyerni. És akkor itt a jobb oldalra hívnám fel a figyelmet, amik meglehetősen új fejlemények. Van ez a European Analytical Research Infrastructure Village, ez egy azért érdekes kiadmány, mert leírja annak a 41 legfejlettebb kutatási infrastruktúrának, a analitikai infrastruktúrának a lehetőségeit, amit összegyűjtöttek a Calypso és a Cine20, amiben a CERIC is részt vett, meg az Accelerate projektben, ennek az 5 projektnek a támogatásával készült kiadvány. A maga a CERIC-ERIC az ESFRI 2018-as roadmap-en megjelenik, mint analitikai berendezések között szerepel. Az előző témához csatlakozva láthatunk itt egy térképet, hogy Európán belül milyen és mit kielégítő berendezések találhatók az egyes országokban. Magyarországon 2 van jelen, ez az egyik a Budapesti Neutron Centrum, amelyik a jelenleg a legnagyobb működő
nyílt hozzáférési infrastruktúra, és az ELI, ami beruházásában és értékében is nagyobb, de még ott pillanatnyilag nem működik a nemzetközi hozzáférés, nyílt nemzetközi hozzáférés. Most itt ezen a dián összefoglaltam, hogy a CERIK tagságunk milyen eredményt ért el eddig, és mi a fontossága Magyarországnak, illetve a BNC-nek, Budapesti Neutron Centrumnak a részvételben. Bekapcsolódhatunk egy olyan közép-európai nagyműszeres analitikai hálózatba, ami nagyon jól szervezett, kiválóan szervezett, és multidisziplináris szolgáltatásokat végez. A CERIK-en használt műszerek közül az elmúlt 3 évben 3 PhD, magyar PhD született, kihangsúlyozom a hazai részvételt, erről van szó, természetesen CERIK-en belül lesz sokkal több. A CERIK lehetőséget ad PhD-s diákok támogatására, jelenleg 18 ilyen támogatás van, amiből még 6 lesz hátra, ami kifejezetten energetikai témákra szánnak. A 2017 és 2019-es időszakban a BNC berendezéseihez 33 kutató érkezett külföldről, 19 pályázat keretében. Ezek között volt egy MSZC-s diák, 15 posztdok. 10 pályázat keretében mértek hazai kutatók külföldi CERIK-es berendezéseken, ez jóval nagyobbra lehetne emelni, hiszen tulajdonképpen ingyenesen lehet kutatást végezni, csak jó pályázatot kell írni. Ezekből eddig 11 publikáció született magyar részvétellel, ami nem rossz tekintettel arra, hogy mindössze 3 év be vagyunk tagjai a CERIK-nek. 2017-ben volt egy tudományos értekezlet a CERIK-en belül, ahol elmondhattuk egymásnak a berendezéseinket, sajnos a 2020-as a COVID-19 miatt elmaradt. Ugyanakkor a CERIK az nem csak infrastruktúrákat ad be, és infrastruktúrákat üzemeltet, hanem fejleszti az ipari kapcsolatokat és a technológiai transfert is. Ezen három meghívott előadásunk volt Amsterdamban és Bécsben. Első kézből, miért is jó az, hogy CERIK tagok vagyunk? Első kézből értesülünk K20-as pályázatokról, közös pályázatokat is figyelembe véve. Segítséget kapunk, amire nagy szükségünk van, hogy be tudjunk kapcsolódni az úgynevezett FAIR adatok szolgáltatásába és az Open Science kialakításába. A cél az, hogy ezt 2022-ig megvalósítsuk. Bekapcsolódunk, ami különösen fontos számunkra, be tudunk kapcsolódni a CERIK energiatárolás és hidrogén gazdaság kiemelt programjába, és ez olyan mértékben ösztönzőleg hatott, hogy jelenleg több pályázatot is beadtunk ilyen témakörökben. És akkor egy nagyon röviden egy ilyen kiemelkedő eredményt mutatnék, amit a SANS készüléken készítettek, külföldi pályázat megvalósításánál. A cél az az volt, hogy megállapítsák, hogy cellulózból előállított úgynevezett szuperabszorbens szivacs, milyen helyére veszi fel a vizet. Itt látható az első részben az, hogy hogyan készítették el magát a nanoabszorbens anyagot, cellulózból, ugye, ami biológiai lebomló, és egy polimerizáló anyag összevegyítésével, amelyeket aztán utána deuterát vázat alakítottak ki, szárítottak és hőkezeléssel polimerizáltak. Itt látható a mikroszkópos, elektronmikroszkópos képe is az anyagnak.
Aztán mérésre került, és víz, különféle vízmennyiséget adtak a szuperabszorbenshez. Itt azoknak a hatása látható egy a SANS detektorain, egy intenzitás térképekről van szó, ez egy kis szögű szórás jelent neutronokkal. A kör közepe az a nulla foknak feláll meg, és ahogy haladunk ki a kör középpontjától, úgy nő a szög. Nagyon kis szögekről beszélünk, egy pár fokról. A látható az első esetben a száraz mintának a jele, aztán vízoldóhozadásával egyre nő, és változik a jelalak. És végül ez ehhezekhez egy modell, fitett modell készítettek a kollégák, amiben egyértelműen lehetett látni azt, hogy a szárazanyaghoz képest hogyan módosít, hogyan változik a szórási kép, és ez alapján meg lehetett érteni azt, hogy az melyik helyeken tárolja a szivacs a folyadékot. Itt a jobb oldalén ábrán lehet látni, hogy egy csomó pontokban a víz mennyisége jelentősen megnő. És ezzel köszönöm a figyelmet, és az alábbi kapcsolaton lehet tőlem további kérdésekre választ kapni, illetve megtekinteni a részleteket.